Az Akácsziget fürdőben egy különleges úszótábor van, hogy mi is ez pontosan a Rokkuruc Pankával beszélgetünk. Karcagi a tábor, ráményleg a pólotok, egyenpólon is van. Ez egy karcagi úszótábor, de nem karcagi gyerekeknek. Kik is vannak ebben a táborban? Így van, majdnem mindegyik gyerek Budapestről érkezett. A 11. kerületben a Bethlen Gábor általános iskolából. Én ott tanítok, és az osztályomból 17 tanuló vesz részt. Egy kis tanuló, vagy egy első osztályos, aki kistesó, és két karcagi, akik a rokonaim. Beszéltünk itt előzetesen, hogy ez már a második alkalom. Elsőben már volt itt a csapat, és hogy is alakult ez, hiszen itt hallottam, hogy igazándiból szülői nyomása, idézőjeltárban nyomása lett itt megszervezve tavaly ez a tábor. Igen, én tavaly kezdtem el tanítani ebben az iskolában, és mivel első osztályosok voltak a gyerekek 7-8 évesen, ezért én nem terveztem úszótábort vagy tanfolyamot sem, mert kicsinek tartottam őket. És annyi szülő megkeresett a tanév folyamán, hogy nyáron tartsak úszást a gyerekeknek, hogy végül egy egész hetes tábort össze tudtunk szervezni. És hát annyira jól sikerült tavaly, hogy idén természetes volt, hogy megint jövünk Karcagra, és nagyobb létszámmal is sikerült. És hát azért mondjuk el, hogy itt ez egy bentlakásos tábor, tehát romantikus körülmények között, gyerekek szülők nélkül, tehát azt gondolom, hogy ez nekik egy külön egy ilyen fantasztikus érzés, hogy itt lehetnek. Igen, hétfői nap érkeztünk, péntekig vagyunk itt, a kemping területén alszunk faházakban, és hát nagyon jól érzik magukat a gyerekek szülők nélkül. Van, aki most van először a szülei nélkül, van, aki a tavalyi táborban volt először, de semmi gond nem volt, hál' Istennek. Itt, amikor mi először megnéztük, hogy milyen picik a gyerekek, és már itt vannak a mélyvízben, egy picit aggódtunk, hogy míg beszélgettünk, addig nem lesz a gond, de természetesen nem, hiszen akkor ebből kiderült az előzőekből, hogy már második alkalommal vannak itt. Mi a cél, hogy minden évben jönni, és akkor eljutni velük egy olyan szintre, hogy esetleg versenyezzenek is, hiszen van, aki testnevelés keretében úszást is választ. Igen, az általános iskolákban már kötelező az úszás, úgyhogy mi is járunk tanév közben egy egész fél évet, tehát mindenki úszott már, és van olyan, aki versenyzik is már. Mi szeretnénk minden évben jönni velük, és úgy tűnik, hogy ők is szeretnének. És hát azért vannak gondolom olyan programok is, hogy nem csak úszás, hanem különböző városnézés, vagy valami kézműveskedés. Milyen programok vannak még? Igen, próbáljuk minél színesebbé tenni ezt a hetet, bár pihenőidőt is kapnak, mert nagyon lefáradnak itt. Délelőtt is úszunk, délután is úszunk, voltunk az erdei futópályán, ott futottak, akkor városnézés is volt, fagyizás, lovaskocsival érkezünk, ami külön nagy élmény a gyerekeknek, ugye a budapesti gyerekeknek ez. Tavaly voltunk tanyán is, és ilyen hasonló programok vannak. Akkor én azt gondolom, hogy ez megint egy nagyon tartalmas úszótábor, és nagyon hasznos lesz. Ki segít a táborban, hiszen azért két csoport van, egyik előn van, másikkal pedig egy kolléganő, ki ő? Igen, hát egyedül azért 20 gyereket nagyon nehéz lett volna elvállalni. Áginak hívják a kolléganőmet, mi együtt végeztük el az úszóedzői tanfolyamot a testnevelési egyetemen, úgyhogy ott ismerkedtünk meg, azóta vagyunk barátnők, és azóta közös ez az úszótábor. És egyébként jó példával járnak önök is elől, tehát itt azért most a mi kedvünkért nem mentek be a medencébe, a felvétel után biztos, hogy mennek, és ugyanúgy úsznak a gyerekekkel. Igen, hát a Tam medencébe rendszeresen be szoktunk menni velük. Én délelőttönként a kezdőkkel mély medencébe vagyok, akkor beöltözök és bemegyek velük, mert kell, van olyan, akinek kell, hogy ott legyek mellette, hogy biztonságosabb legyen, de hát abszolút mi is ott vagyunk a medencébe velük. Én úgy látom, hogy ahogy erről beszélünk, ez önnek is egy sikerélmény, hiszen ez egy plusz dolgot ad, az osztályközösség is gondolom, hogy egyre jobban összefor. Igen. Hát második osztályban nem telt el úgy hét az iskolában, hogy valamilyen szinten ne említsük meg az úszótábort, mindig környezetórához, rajzórához, valahogy mindig szóba jött. És mindig mesélték, hogy mennyire várják, minden héten el kellett mondani, hogy idén mikor lesz, hogy idén is megyünk, hogy milyen programok lesznek, úgyhogy nagyon várták. Hát én akkor további szakmai sikereket kívánok, és a kis csoporttal pedig egy nagyon jó, még két évet legalább együtt. Köszönjük szépen!
Kanda Ágnessel beszélgetünk, hiszen ön a segítője Kuruc Pankának ebben a táborban. Itt egy kis súgást kaptam az előbb, hogy azért nem csak úgy belecsöppent ebbe, hiszen edzőit is végzett, de voltak versenysport eredmények is. Egy picit erről beszéljünk. Versenyzett, mikor és milyen eredményekkel? Igen, én lényegében 15 évig voltam versenyúszó, és évekig voltam korosztályos magyar úszó válogatott tagja. A 2006-os Budapesti Európa-bajnokságon is indulhattam, mint legfiatalabb versenyző, ez volt így a legnagyobb eredményem. Egyébként jelenleg a Váci Ifjúsági Sportegyesületnél vagyok úszóedző, immáron 5 éve vagyok edző, úgyhogy rólam körülbelül ennyit lehet. De hát gondolom, hogy a gyerekekkel sikerült már össze is ismerkedni, és mennyire fontos ilyenkor, hogy megbízzanak önben a szülők is, hiszen itt hallottuk, hogy azért budapesti gyerekekről van szó. Tehát akkor ez egy plusz teher az edző számára is, aki ilyenkor lejön ide egy igazán messze helyre a fővárostól? Tehernek nem mondanám, inkább egy nagy felelősségvállalás. Nagyon fontos, hogy megbízzunk egymásba, a gyerekekkel is és a szülőkkel is, de szerintem ezzel nincsen most probléma, ez most már a második úszótábor, amiben vagyok, tehát ismerem a gyerekeket, és nagyon megszerettük egymást, úgyhogy semmi probléma nincsen. Úgy látom, hogy meg kölcsönös a bizalom, úgyhogy minden jól működik. És gondolom, hogy arról azért is sok szó eshetett már az elmúlt időszakban, hogy ők már tudják önről is, hogy versenyzett. Esetleg amikor mondjuk nincs kedvük jönni, de jönni kell, akkor egy picit faggatni szokták, hogy amikor ön versenyzett és korán kellett kelni, milyen volt az edzés, tehát ez egy picit egy ilyen személyesebbé teszi a dolgot. Igen, és ez nagy segítség szokott a motivációban lenni nekik, tehát ez egy plusz löketet ad, amikor esetleg nincsen kedvük lejönni, akkor elmesélem, hogy annak idején nekem se volt kedvem lejönni, de mégis itt voltam, és milyen eredményeket lehet ezzel elérni. Úgyhogy a motiváció az nagyon fontos a gyerekeknek. És mi az a program, ami önnek legjobban tetszik itt? Tehát gondolom az úszás az az első, hiszen az a legfontosabb, ez a célja a tábornak, de egyébként Karcagon korábban járt, vagy csak most a tábor alkalmával találkozott először az itteni nevezetességekkel, emberekkel? Már többször jártam Karcagon, a Györfi bálon is részt vettem, illetve a birkafőző fesztiválon, mind a kettő nagyon-nagyon tetszett nekem, és nagyon tetszik az egész város, tehát gyönyörű nevezetességeket is próbáltam bejárni Panka segítségével, úgyhogy egy nagyon pozitív képet kaptam a városról. Az uszoda pedig egyszerűen gyönyörű, tehát le a kalappal, bárcsak Vácon is ilyen uszoda lehetne. Hát akkor ezt a városvezetése nevében köszönjük, hiszen azért sokat tettek ezért. Én azt kívánom, hogy legyen eredményes ez a tábor, és akkor még sok alkalommal jöjjenek. Köszönjük szépen! Pilót Terkával beszélgettünk, hogy érzed magad Karcagon? Nagyon jól, nagyon tetszik ez a hely. És hogy tetszik az úszótábor? Te amikor elkezdtétek, tudtál már úszni, vagy itt tanultál meg Karcagon úszni? Itt tanultam meg. A hátúszást azt tudtam, a mellúszást azt meg itt. És most már hogy megy? Most jól, a mellúszás az meg nem igazán. És fontos, hogy utána anyáékkal is el tudsz menni, tehát fontos volt számodra is, hogy megtanuljál úszni? Igen. És iskolai időben szoktatok menni úszni? Nem. És szeretsz ide jönni Karcagra? Azon kívül, hogy mondtad, hogy tetszik az úszoda. Mi tetszik még, hiszen sok-sok programotok van? Hát a sok-sok program is tetszik, meg maga Karcag is, minden. Hallottuk, hogy volt már lovaskocsikázás is, tehát mondjuk esetleg ez egy ilyen romantikusabb volt számodra? Igen. És akkor szeretnél még jönni több alkalommal? Igen, nagyon. És mi az az úszás, amit még szeretnél megtanulni? A gyors, meg a máj. Hát akkor én azt kívánom, hogy legyen eredményes ez a tábor, és akkor gyere még sokszor Karcagra. Köszönöm. Balogh Tamással beszélgetünk, hogy tetszik neked ez a tábor? Nagyon jó, és én most vagyok itt másodszorra. Melyik úszás megy már nagyon jól? Hú, szerintem mindegyik, a mell, a gyors, a pillangó, meg a hát, ezek nagyon jól mennek. És a táborban tanultál megúszni, vagy korábban is tudtál?
Már korábban is tudtam. És egyébként az osztálytársakkal itt jó most együtt lenni nyáron is? Igen. De egyébként is majd, amikor hazaérek, akkor is át fogom őket majd hívni, meg szerintem elmegyünk úszodába együtt. Hát akkor úgy érzed, hogy az osztály szempontjából is ez fontos, ez a tábor, jobban összeszoktok? Igen. És a városban, hogy bent voltatok, neked mi tetszett a legjobban? Hú, nagyon sok minden. Nem. Mondjuk mi az, ami nálatok nincs, és itt láttál mondjuk először? Például ilyen strandot, ahol ilyen faházak vannak, meg úszodák, meg például olyat, hogy így ilyen falu-szerű város. Olyat. Hát akkor mondjuk itt láttál lovakat, amit esetleg nem biztos, hogy Pesten láttál. És mi volt még az, ami mondjuk kézműveskedést is kipróbáltatok? Hát kézműveskedés nem, de itt szoktunk röplabdázni a barátaimmal. Meg majd most jönnek nyilasok, és szerintem azt is fogjuk. Hát akkor én vissza is engedlek, és folytasd tovább az úszó órádat.